általában övök. Hát igen, amikor a kommunisták hollártestül... Egy kommunikben a Zoltán. Hogy? Söpredék. Hogy? Zene József. Ugye talán 19-ben fogunk hollártestvéreket. És a Balma hány embert ültetve? És? Nem a zsidók embernek a fejét tapozták el, ott a... Uram, nem zsidók különítményesek kezdték el belülni a magyarokat. Mert 19-ben. Erről miért nem beszél? Kommunista, zsidók különítményesek. Nem vagyok, magyar vagyok, de nem akarok olyan sapkát látni, amit 44-ben a barátomat elvitte és agyonlőtte. Uram, többen jöttek vissza, mert vissza ennyit. 8 éves gyerek volt. Látta, hogy agyonlőtt? Igen, láttam. Maga meg nem is él, hogy bizonyoskodik. Természetesen. Sőt, túl sok helyen ereszt az egész holokauszt. Nekem öreg anyámat megerőznek voltál. Az oroszok. Az oroszok csináltak. Az oroszok csak ilyen csináltak. Ha már beszéljünk rá. Miért jöttek ide az oroszok? Miért jöttek? Azért, mert a kommunizmus terjedt. Nem. Miért jöttek ide? Megszálltak bennünk. Nem, álljunk meg a mellett. Kezdjük a történelmet. Igen. A Népa, a Szovjetunió megkérte Magyarországot, hogy ne avatkozzon bele a háborúba. Hagyja végig, én is, mert én meghallgatom. Igen. Erre a magyarok visszaadták a 48-as zászlót. Erre a magyarok mégis beléptek a háborúba. Igen. És mit csináltak a magyar katonák? Mit csináltak? Én öregapám kint volt Oroszországban 7 évig hadifogság. Olyan ismerősöm gyerek. Mit csináltak a magyar katonák? De, aki elmondta, hogy mit csináltak. Igen. Tehát egy háború volt, ahol megtámadta majd Németország és Magyarország a Szovjetunió. Miért támadta meg? Bocsánat, miért támadta meg? Uram, nem tűnt önnek föl, hogy Hitler 10 nappal előzte meg a szovjet támadást, ami nem, Európa ellen... Nem, uram, a szovjet birodalom csapatokat vont össze a határna a legújabb levéltári adatok szerint, amivel meg akarta támadni Európát. És ezt szovjet kutatók hozták. Ezt uram, orosz kutatók, uram, ezt orosz kutatók hozták. Ez egy két hónapos anyag. Elmondhatom végig, vagy csak magam mondhatja. Mikor olvastad újjára újságot? Népszava van a kezében, mit akar? Ja, bocsánat. Uram, egy kicsit utána kéne nézni a legfrissebb levéltári kutatásoknak. És én ezek oroszok. Én utána néztem, mert ebben foglalkozom. Ja. Ebben foglalkozom. Uram, akkor rossz oldalakat néz. Nem rossz oldalakat nézek. Nézem amerikai, angol, német. Igen. Mondjam azt, hogy úgy, hogy nyugat-német. Orosz oldalakat is nézek. Orosz oldalt is nézek. Uram, és nem olvasott ebbe... erről a levéltári adatról, hogy Hitler 10 nappal előzte meg a szovjet támadást. Vagy én is végigmondhatom, vagy belém folytja a szó. Nem, mert belevágott. De nem egy háború, ahol a viszonttámadás van, védekező háború, és az elindult, győzedelmeskedik, az meg fog állni a magyar határnál. Meg fog állni a magyar határnál. Ugye elfordul, mikor ezt gondolom. Ugye csak, háború csak ki egyszer... fogják kerülni Magyarországon? A másik pedig, hogy Magyarország miért került ide? Ki döntötte ezt el? Hova? De most miről van szó? Ha lett a jaltai egyetményben? Roosevelt, Churchill, Stalin, De Gaulle. Eldöntötték, hogy Európa ez a része, Amerika ez a része, mikorra kitört a második világháború? Ugye, ha jól emlékszem, a Szovjetunió megszállta a balti államokat, háborút vívott Finnországgal, megszállta a Kaukázust, nem ilyen is volt, ez történt, és ezután került volna sor Kelet-Közép-Európára. És a Führer ezt akadályozta meg a támadás ellentámadásával. Ez a vízió. Ha Budapest nem tartott volna... Németország már előtte felmondta a csapatait. Hitler háborúra készült abban a pillanatban, de nem az ahogy... De most nem is arról van szó. Arról volt, hogy miért jött ide Magyarország. Mert egy háború nem fog megállni a határnál. Nem áll meg. Itt már nem háborúról van szó, uram. Most meg nincs. Arról, hogy
ezt mondtam, és ezt megjegyeztem, hogy nem akarok ilyen nyilassapkát látni, amit 44-ben a barátom. Nem nyilassapkat, bocska is akkor, a bocska is akkor. Menj el cigányosan, ott nem fog látni. Az magyar, az a bocska. Csukja be a szereit, rögtön nem látja, higgyél el neked. Csinálj légy. Az orosz izé sapkába jöjjünk, vagy mi? Kajadok. Ennyire cigányosan vagyunk, ott vannak a haverjai. Jó az gyerekek. És asszisztáljanak ennek az Orbán Viktorhoz. Mi? Hogy nekünk semmi közünk Orbán Viktorhoz. Hát a videóból is lehet. Uram, egy picit elkésett.